Jó estét kívánok! Idén sem maradunk ötös a világverseny nélkül Székesfehérvárat. Azt hiszem, hogy a sportrajongók már hiányolnák is, hogyha a kontinens legjobb öttusázói közül akár korosztályos, akár felnőtt szinten nem látnánk néhányat a városban. Hát most nem néhányat, hanem az összeset látjuk majd, hiszen az idei felnőtt Európa-bajnokságot rendezik majd Székesfehérváron. Nyugodtan mondhatjuk, hogy Európa legrutinosabb verseny rendezőjeként a város, illetve a Volán-Fehérvár szakosztály nyugodt szívvel várhatja az eseményt, de hát persze ilyenkor mindig óriási a készülés. Éppen ma egy sajtótájékoztatót is tartottak ezzel kapcsolatban. Mi egy kicsit bővebben beszélgettünk itt most a stúdióban Vörös Zsuzsannával, Volán-Fehérvár szakosztályigazgatójával, olimpiai bajnokunkkal, akinek gondolom hát versenyző korából is nagyon szép emlékei vannak a fehérvári, akár Európa bajnokságokról, hiszen ez a város nem először ad otthont ilyen nagy rendezvénynek. Igen, köszöntök mindenkit. Nagyon-nagyon jó élmények vannak akár EB-ről, akár világkupáról, hiszen eredményesen zártuk a, nem csak én, hanem többször is csapatban is eredményesen zártuk az Európa-bajnokságokat is, illetve hát nagyon nagy élmény itthon versenyezni a hazai közönség előtt. Ugye voltál Európa-bajnok konkrétan itt Székesfehérváron, és hát ezt az emléket, még hogyha most már hát még nem egészen, de lassan 20 éves is mindannyian őrizzük, akik ott voltunk akkor. Mennyiben különlegesebb ez ilyenkor? Nyilván egy nagy előny is, mert gyakorlatilag a mindennap megszokott kulisszák között tudnak a versenyzők akár pihenni, akár két nap között relaxálni, akár hát a versenyen is versenyezni. Ugyanakkor nyilván azért ez egy felfokozott drukk és izgalom is, hiszen mindenki várja is a jó eredményt. Hát pontosan ezeket éljük át, amiket elmondtál, hiszen nagyon jó dolog itthon regenerálódni, ismerni minden olyan pontot, nyugalmat, ami egy biztonságot adhat egy versenyzőnek, illetve az is egy nagyon jó dolog, hogy olyan emberek között, edzők között, szakemberek között versenyezhetnek, akik a mindennapjaikban segítik őket, és hát nem mellékes az, hogy a hazai közönség egy plusz tábor, akik be tudják esetlegesen lökni a dobogóra a versenyzőket. Most így maradva egy kicsit még a régi emlékeknél, hirtelen próbáltam, de már nem tudom őszintén szóval felidézni, hogy amikor 2000-ben itt Európa bajnok lettél, akkor éppen hol tartott az öttusa a sokféle lebonyolítási rend és verseny szabályban, mert ugye már nyilván régen nem ötnapos volt a verseny, de talán még nem is ez a mai egynapos rohanás volt. 96-tól volt egy váltás, ahol légfegyverrel kezdtünk el lőni 10 méterre, és akkor még öttusáról beszéltünk, hát most is öttusáról beszélünk, de már egy újabb és modernebb fajtájában, hiszen aki nem követi annyira figyelemmel, nekik egy kicsit új lehet ez a kombinált szám, hogy futás közben lőnek a versenyzők, de mindenképpen látványos lett. Hát igen, a te idődben akkor ugye még a lövészettel kezdődött, és gyakorlatilag meg is adta az alaphangot, mert valaki, hogyha nagyon jól lőtt, akkor azért az sokat ért, vagy inkább nagyon elronthatta a lövészetet, de hát neked ezzel általában nem volt problémád. Nem, hát a lövészettel nem volt így probléma. Igen, a lövészet mindenképpen megadta azt az alaphangot, hogy versenyben lehetett maradni, vagy ténylegesen szinte elszállni, de hát azért itt is voltak olyan kvázi csodák, amik aztán például egy olimpián, hiszen egy 175-ös lövészet a férfiaknál elég gyengének számított, például 2004-ben, de Mojszejev végül is simán nyerte azt az olimpiát, úgyhogy fél perccel indult a második előtt. Neked volt rutinod a hazai versenyekben, mert már ugye junior korodban itt világversenyt nyertél, például a Bregyóban, ahol majd most is lesz, de még egy egészen más Bregyóban ugye befutva, és aztán már felnőtt világbajnok is voltál, amikor még mindig nagyon fiatalon itt Fehérváron Európa-bajnokságot rendeztek, tehát egy kicsit az esélyesség terhe téged még jobban nyomott, hiszen lehet, hogy most majd beszélünk nyilván a jelenlegi fehérvári versenyzőkről, őket azért annyira egyértelmű favoritnak talán nem tekintik, mint téged akkor, 2000-ben, amikor itt már világbajnokként jöttél egy hazai EB-re. Mindenképpen esélyesnek számítottam, főleg azért volt egy nagyon jó felkészülési pont, hiszen egy hónappal később az olimpiára utaztunk ki, és ott szerepeltünk, úgyhogy ez egy nagyon jó támpontja volt az akkori időszaknak. Igen, tehát egy volt 97-ben egy junior EB után indultam a 99-es Margit-szigeti világbajnokságnak, ahol talán azt gondolom, hogy kicsivel nagyobb volt számomra a tét, hiszen 15 ezer ember előtt versenyeztünk, és akkor mutattuk meg először, hogy milyen is az öttusa, nagyon-nagyon jól sikerült. Ha már VB-ről beszélünk, akkor azt el lehet mondani, hogy jövőre is rendez a szövetség egy hatalmas
nagy horderejű világbajnokságot, amire remélem, hogy szintén ugyanennyi néző kilátogat majd a Kincsen Parkba. De visszatérve ide az EB-re, nagyon-nagyon jó élmény volt itt is azért több ezer ember előtt versenyezni. Akkor még a lovaglás volt az utolsó, nem a lovaglás volt, bocsánat, a futás volt az utolsó, csak arra emlékszem, hogy a te lovaglásodat ilyen visszafolytott izgalommal néztük, hiszen ott dölt el, hogy azért egy egész komoly előnnyel tudsz majd menni futni. Most kicsit hasonló azért a helyzet, hiszen a lovaglás ugye ismét megelőzi az utolsó, a kombinált számot. Azokból a tapasztalatokból, amiket te így átéltél, manapság kell-e még átadnod akkor a versenyzőknek, mondjuk leginkább ezt a bizonyos mentális részt, hogy hogyan tudják elviselni a terheket, a várakozást? Mindenképpen azt tudom mondani, hogy akár edzőként is abban szembesültem, hogy nagyon-nagyon pozitív volt a hozzáállásom a versenyzéshez, nagyon pozitív volt a gondolkodásmódom. Ezt mindenképpen át szeretném adni a mai fiatalságnak, de ahogy látom azért azok a főversenyzők, akik ott vannak már a top mezőnyben, ők már azért ezt úgy tudják, hogy mit jelent az, hogy itthon versenyezni, az, hogy itthon esetlegesen dobogón állni, nyerni. Úgyhogy nagyon szeretném, hogyha itt is be tudnák mutatni ezen az EB-n. Hát ez igaz, hiszen ugye Kovács Saciék is versenyeztek már hazai Európa-bajnokságon, tehát akár a legmagasabb szinten is, majd mindjárt beszélünk erről is néhány szót. A közönséget említetted, hogy például ugye a Margit-szigeten mekkora tömeg előtt versenyezhettetek, ami nyilván egy óriási dopping, és hát tényleg egy jó versenyzőt feldob. De azért Fehérváron sem szokott lenni panasz, és főleg most, amióta ugye a Bregyónak megvan a befogadó képessége, egy szép nagy lelátó, gondolom megint meg lehet egy kicsiben az a feeling, hogy azért egy tömött lelátó előtt, fehérvári közönség előtt befutni, az egy jelentős érzelmi töltetet ad majd. Igen, hát mindenképp, ráadásul azt gondolom, hogy ugye a tavalyi junior világbajnoksággal szemben egy kicsivel másabb ugye az időpont, az augusztusban volt, ez július közepén lesz. Tehát ez azt jelenti, hogy sokkal több tábor lesz majd a városban. Én nagyon remélem, hogy akár így a gyerekközönséget is meg lehet fogni vele, és ugye lehet vonzani erre az Európa-bajnokságra. Nagyon remélem, hogy egy jó időnk is lesz ehhez, ami még plusz ugye adja a keretét ennek az egész versenynek, és hát egy nagyon remek rendezést szeretnénk ismételten bemutatni, hiszen a junior világbajnoksággal is elnyertük a Nemzetközi Ötös a Szövetség elismerését, hiszen a tavalyi év legjobban megrendezett versenye címét kaptuk meg. Ugye most egy olimpiai ciklus közepén vagyunk, tehát gyakorlatilag ennek a versenynek még nincs kvalifikációs jelentősége, ami mindig így rászokott tenni még ugye egy nagy világverseny tétjére. Ez az idei EB mennyire főverseny? Nyilván a világbajnokság mindig valamelyest ugye presztízsben, rangban előtte áll, de hát nektek, a magyaroknak, a fehérvárioknak egy ilyen hazai EB gondolom gyakorlatilag szinte a szezon főversenyének tekinthető. Igen, nekünk mindenképpen az lesz, és ott számolgattuk azt, hogy mekkora versenyző mennyiségre számíthatunk, hány főre számíthatunk, és hát nekünk is megfordult a fejünkbe, hogy ez nem kvalifikációs verseny még az olimpiára, tehát hogy lehet, hogy egy-két ország nem úgy gondolkodik, hogy maximum létszámmal jöjjön, és hát Kármán Sándor versenyigazgatóval átnézve itt a 2014-es felnőtt EB-nek az induló létszámát, azt kell, hogy mondjam, hogy illetve 15-ösről beszélünk, azt kell, hogy mondjam, hogy a pozitív csalódás, hiszen ott is nagyon nagy létszámban jöttek a versenyzők. Magyarországra nagyon szeretnek jönni, hiszen nagyon jó rendezés van, nagyon jók a feltételek, és remek a díjazás is ebből a szempontból. És a felkészítésben akkor most mire lesz kihegyezve, hangsúlyozni? Hagyományosan nincs messze egymástól ugye az Európa-bajnokság és a világbajnokság, tehát nyilván az öttusázók számára mind a kettő nagyon fontos, szakmailag hogy lehet finom hangolni, hogy mind a kettőre rendben legyenek, kész legyenek a versenyzők? Hát nagyjából egy formátmentés lesz a világbajnokságra. Én azt remélem, hogy egy jó verseny eredménnyel meg lesz az a löket is a versenyzőkben, hogy nagyon pozitívan fognak hozzáállni a világbajnoksághoz. Nem sok időt fognak itthon tölteni az EB után, hiszen majd Mexikóvárosban lesz majd a világbajnokság, tehát magát a VB-t majd egy 2-3 hetes edzőtábor fogja megelőzni. Beszéljünk akkor egy kicsit a verseny lebonyolításáról, illetve arról, amit a nézőknek tudni kell. Az utóbbi években, amikor itt volt Fehérváron ötös a verseny, akkor már ugye bejáratódott egy újfajta infrastruktúra helyszín. Most akkor marad-e minden az utóbbi években megszokott módon, ami a helyszíneket, a lebonyolítást illeti?
Jelen pillanatban a vívás lesz például a tavalyi junior világbajnoksággal szemben máshova áthelyezve. Az újonnan megépülő sportcsarnokba, ami a kézilabdásoknak ad egy edzés központot a szénatéri iskola mellett, ami lesz kézicsarnok, oda tervezzük a vívást. Amit információkat kaptunk, az mindenképpen pozitív, hiszen május végére tervezik az átadást, és amennyire tudom, nincs elmaradás ebből a szempontból, tehát mindenképpen akkor egyfajta avatót fogunk tartani. Igen, a többi versenyhelyszín pedig hát adott ugye az Uszoda, igen, illetve a Bregyóban akkor a befutó és maga a lovaglás, gondolom, hátul az olimpiai parkban. Hát hogyha áttérünk a versenyzőkre, akik ugye szóba jöhetnek, mint Európa bajnoki résztvevőkben, nyilván a kapitányok hatásköre is majd a végén, vagy hát ezután derül még ki, hogy kit indítanak, de azért reménykedhetünk az utóbbi hetek eredményei alapján, hogy látunk fehérvári és jól szereplő fehérváriakat. Én azt gondolom, hogy nem csak az utóbbi hetek, hanem az utóbbi év alapján is reménykedhetünk nagyon jó eredményben. Ha most a női vonalat szeretném kiemelni, akkor, és egy kicsit hazafelé húz a szívem, akkor azt mondhatom, hogy Kovács Saroltának ugye tavalyi EB ezüstérme, a Földházi Zsófiának a VB ezüstérme, illetve Tamarának az idei év két világkupás dobogós helyezése mindenképpen azt mutatja, hogy egy nagyon-nagyon erős csapattal állunk majd ki ezen az Európa-bajnokságon. A férfiaknál sincsen másképp, hiszen Kassa Robert szintén eredményes volt EB-n, VB-n, dobogón állt, Bence is a világkupákon nagyon jól szerepelt, most is ugye az utóbbi világkupán Los Angelesbe egy ezüstérmet hozott haza, és hát Márosi Ádámtól is bármikor egy nagyon jó eredményt tudunk várni. Maradva a fehérváriaknál, ugye tényleg Bence, Demeter Bence Los Angeles-i ezüstérme az utolsó, amiről ugye nagyon szépen pozitívan beszélhetünk, ráadásul ő azt a versenyt tavaly meg is nyerte, tehát lehet mondani, hogy tényleg Hollywood az ő világa, lehet, hogy filmkarriert is érdemes lenne majd indítania. Hogy érzed, hogy önbizalomban, abban a fajta mentális erőben, ami neki korábban esetleg problémás volt, azért nagyot erősödött? Mert ezek az eredmények részben erősíthetik, kis részben már mutatják, hogy azért fejben is rendben van. Igen, elég sokat tanakodtunk, beszélgettünk a kollégákkal is, illetve Bencével is arról, hogy ugye a tavalyi világbajnokság nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Az előző időszak lényegében meg teljesen nagyon jól sikerült, és teljesen normális mederbe ment az egész, hogy minek volt ez köszönhető. Talán annak volt köszönhető, hogy azért Bence sem egyre fiatalabb, és talán egy kicsit túlversenyeztettük. Ő benne is megvolt a lendület, megvolt a hív, hiszen az utóbbi évek azt mutatták, hogy ő úgy lesz jobb, hogy egyre több versenyen indul, és egyre magabiztosabbá válik. Azt gondolom, hogy ez az év és az évindítás megint egy nagyon jól megmutatta, hogy ő mire képes. Úgyhogy az előző éveknek a tanulságait levonva egy kicsit úgy finomabban kezeljük majd őt, hogy arra az EB-re, VB-re megmaradjon a lendület. Nyilvánvaló, mert mindig elmondjuk az öttusa kapcsán, hogy a napi formán rengeteg múlik, gyakorlatilag ugyanaz a versenyző lehet, hogyha egy héttel később, vagy egy nappal később ugyanott versenyeznék azt a számot, akkor nem ugyanúgy végezne. Mégis valamiféle állandóságban azért bízhatunk, és hát nyilván így van ez Saci esetében is, akinek most épp a Los Angeles-i ugye nem sikerült olyan jól, előzőleg láttuk, hogy tud nagyon jó formában lenni. Mennyire lehet azt szerint ebbe lőni, hogy egy ilyen hazai EB-n ők hozzák mondjuk a csúcsformához közelít, vagy bízni abban, hogy szakmailag is megalapozott, hogy őket ott lássuk az élen valahol? Azért bizonyos szempontból az is szerencsés, hogy nagyon jól vannak elosztva az idei évi versenyek, úgyhogy lehet mazsolázni, hogy ki hol induljon és hol ne induljon, tehát versenyzésileg is fel lehet készíteni, nem csak erőlétileg, edzésileg, hanem a versenyformát is így lehet ezzel időzíteni, úgyhogy ezt ki fogjuk maximálisan használni, és ezt reméljük, hogy sikeres is lesz. Ugye váltóban, egyéniben, csapatban, és aztán még mix váltóban is lehet érmeket szerezni. Ismerve például, amit mondtál, a magyar női csapatnak mondjuk az erejét, három egyéniben is abszolút esélyes versenyző, abban azért reménykedhetünk, hogy valamiféle érmet, valamiféle sikert mindenképpen ünnepelhet majd a magyar öttusa, mert hát ugye a hazai világversenyekre ezt meg is szoktuk. Hát én nagyon remélem, hogy így lesz, és most megmondom őszintén, talán a 90-es junior világbajnokság, ahol még nagyon fiatalka voltam, az ugrott be. Nagyon-nagyon szép lenne, hogyha esetlegesen egy olyan
érem kompozíció lenne, mint ami ott volt, hiszen ott az, mind a három versenyző a dobogón állt. Hát ez volt az, ahol ugye még Katona Fecó juniorként versenyzett, igen, aki azóta már edző, és tényleg valóban Hanzéli Ákossal, Csernok Lacival, igen, Sárfalvi Péterre, későbbi nagy bajnokokkal együtt a fiúk valóban mindent meg, nem csak az aranyat, hanem minden érmet is, igen, elvittek, igen, még a Macskaköves utcákon futva. Jó, hát reméljük, hogy így lesz. Egy kicsit még itt a végén a fiatalokról is beszéljünk, mert ugye számunkra is furcsa, de ugye elmentek az évek, ma már Bencéről, Saciról úgy beszélünk, mint a rutinos évjáratok képviselőiről. Most a Volánnál látott napi munka alapján látod-e azokat a tehetségeket, akik ha nem is az idén, de a közeljövőben majd át fogják venni a stafétát? Látom, és ez kicsit az egyik szemem sír, a másik pedig nevet, hiszen van egy jó pár olyan sérültünk, aki akár juniorban, akár négytusa korosztályban dobogóra is állhatna, illetve dobogó közel lehetne. Kovács Eszterről beszélek, ifibe, tehát négytusáról, Kalincsák Eszterről juniorban. Eszter ugye mindenképpen ott lehetett volna juniorban, hiszen dobogón volt ugye a váltóba itt tavaly a junior VB-n. Illetve, hát ha már a Katona Fecót említettük, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy az idősebbik fia, Katona Bálint is nagyon érdekelt, hiszen a négytusában most az ifi VB-re készülve azt gondolom, hogy mindenképpen egy dobogós, illetve dobogó közeli eredményt lehet tőle várni. Láttuk nemrég itt ugye kéttusa, áromtusa a Magyar Kupa fordulóban Fehérváron a tehetségeket. Tudom, hogy Lengyelországban is versenyzett nemrégiben ugye volános csapat, miközben ugye a tengeren túlon a felnőtteket néztük. Mennyire vagy jelenleg a volán szakmai munkájának vezetőjeként elégedett azzal, amit látsz, megegyezik-e nagyjából azzal, amit elképzeltél, mikor ezt a munkát elkezdted? Hát azt gondolom, hogy soha nem elég az eredményekből, tehát ha azt mondanánk, hogy na jó, most elégedettek vagyunk és dőljünk hátra, akkor az visszafelé fog vinni. Úgyhogy én mindenkit, a kollégákat is, illetve a magyar öttusát is arra ösztönzöm, hogy még semmi nem elég. Még a hokisok kapcsán szoktuk azért mondani, hogy de azért a Fehérvár őrizze csak a vezető helyét ugye a sportágon belül, hát azért a fehérvári öttusára sem lehet ilyen szempontból panasz, azt hiszem, akár a hazai, akár a nemzetközi eredményességet nézve. A bázis most jelenleg mennyire széles, tehát lesz-e kiből válogatni? Nagyon remélem, hogy lesz, hiszen ugye a múlt hét hétvégén volt egy magyar kupa forduló, és itt közel 600 versenyző volt a két nap alatt, abból 80-at a volános stáb adott, és hát a másik szakosztály is adott hozzá, azt hiszem 10-15 főt. Így van, köszönöm szépen, és hát ugye július 17-én kezdődik majd az Öttus Európa bajnokság, amelyet tehát itt Székesfehérváron láthatnak az érdeklődők, reméljük, hogy hasonló sikerekkel, mint amiket megszoktunk a fehérvári világversenyektől. Vörös Zsuzsának pedig addig is további jó munkát kívánok. Köszönöm szépen. A kedves nézőknek pedig köszönjük a figyelmet, de még nincs vége adásunknak. További tehetségekről is szól ez, de most már labdarúgásban, hiszen a Videótonnál egy nagyon érdekes mentorprogramot indítottak a héten. Ennek a részleteiről következik most egy rövid anyag, amelyet Németh Krisztián kollégám készített. Ezzel köszönöm meg a figyelmüket, és kívánok további kellemes estét. Egyik oldalon a tehetséges ifjoncok, a másikon a felnőtt csapat, válogatott, korosztályos válogatott játékosai. A generációk útjai a Videóton tehetségprogramjában találkoztak. A 11 felnőttből a 20 kicsi mentora lett. Fiola Attila, Huszti Szabolcs, Kovács István, Juhász Roland, Kovácsik Ádám, Dánko Lázovics, Pátkai Máté, Szolnoki Roland, Varga József, Vinícius és Géresi Krisztián első szóra tette eleget a klub felkérésének. Volt-e valami közvetlen apropója annak, hogy elindították ezt a mentorprogramot, és egyáltalán hát valamiféle hazai előképe ennek a dolognak, vagy éppen nemzetközi? Más klubokat illetve nem vagyok képben. Mi tavaly már elindítottunk egy mentorprogramot, ami úgy működött, hogy az első csapat játékosai közül jó néhányan egy-egy csapatunkhoz mentorként csatlakoztak, edzéseket, mérkőzéseiket látogatták. Ez a program a tavalyi év végével, tavalyi szezon befejeztével abba maradt, és tulajdonképpen azért gondolkodtunk egy kicsit a mentorprogramnak a megváltoztatásán, mert olyan új utakat kerestünk, amik a játékosoknak
saját tudásuk maximumára fejlesztésében még nagyobb segítséget ad, és ehhez gondoltuk, hogy nem csapat, hanem egy-egy játékos mellé kérünk fel az első csapat keretéből tapasztalt rutinos válogatott szintű játékosokat, akik saját tapasztalatukat egy az egyben tudják átadni ezeknek a fiatal játékosoknak. Mennyire van lehetőség és mód, hogy ez a mentor-tanítvány kapcsolat ez egészen szorossá váljon az elkövetkezendő időszakban? Azt gondolom, hogy ez majd teljesen egyéni lesz. Nyilván a tapasztalatokat nekünk is majd néhány hónap után majd le kell szűrnünk, és meg kell néznünk, hogy ki milyen szintre jutott ebben a kapcsolatban. Biztos vagyok benne, hogy jó kapcsolatok alakulnak ki. Az előző évi mentorprogram kapcsán is remek tapasztalataink voltak. Nagyszerű sportemberek ezek a mi játékosaink, és úgy gondolom, hogy nagyon alkalmasak arra, hogy ezek a fiatal gyerekek felnézzenek rájuk, és tanulási vágyuk révén sokszor fognak hozzájuk fordulni majd. Összességében milyennek ítéli itt a Vidiben folyó utánpótlás szakmai munka, illetve hát a korosztályos játékosok minőségét, mennyiségét? Én azt gondolom, hogy csak arról az időszakról tudok ugye beszélni, amióta itt az utánpótlás igazgatójaként dolgozom, ez 2,5 év. Én azt gondolom, hogy nagy lendületet kapott a Videoton utánpótlása annak révén, hogy a Videoton fennhatósága alá visszakerült az utánpótlás. A tulajdonosunk minden támogatást megad, az elvárása pedig az, hogy egy minőségi, jó utánpótlás nevelő háttér alakuljon ki, amögé a felnőtt csapat mögé, amelyik Magyarországon most már évek óta ugye meghatározó klub az első osztályú ligában. Úgyhogy a felzárkózásban nagyon bízunk. Az első évben sikerült stabilizálni korosztályainkat, sikerült a 17-tel feljutni az első osztályba, ami szinte még egy idézőjelbe téve idejekorai számunkra is egy picit meglepetés volt. Egyre több tehetséges játékossal tudunk úgy leülni, tárgyalni, hogy nagyon komolyan vesznek bennünket, látják, hallják a játékostársaiktól, hogy itt milyen komoly munka folyik. És ez egy nagyszerű visszajelzés. Az is jó visszajelzés a számunkra, hogy a korosztályos válogatottakban hosszú szünet után újra megjelentek Videoton játékosok. Bízom benne, hogy tudunk továbbra is ilyen lendülettel fejlődni tovább, hiszen még nagyon-nagyon-nagyon sok a tennivalónk, még messze nem vagyunk készen, de minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy folyamatosan javuljunk. Mennyit számít egy fiatal számára egy mentor jelenléte, jó tanácsai? Rengeteget, hiszen rengeteg olyan dolog van, amit ezek a játékosok a hitelességük révén, ha elmondanak, akkor az szinte úgy hangzik a gyerekeink számára, mint hogyha itt egy törvényt hallottak volna kinyilatkozva. És a mi számunkra nagyon jó az is, hogy egy helyen edzünk, tehát a napi kapcsolat így elég közvetlen, láthatjuk őket edzeni, és a pálya szélén állva nem nehéz velük kapcsolatba kerülni. Ami a felnőtt játékosainkat dicséri, hogy ők ezt a kapcsolatot maximálisan felvállalják, és mögé állnak ezeknek az egyébként nagyon hasznos programoknak. Volt már ilyen kezdeményezésünk, étkezési tanácsadást adtunk csapatainknak, és oda is bejöttek felnőtt játékosok, hogy a saját példájukon keresztül bizonyítsák azt, hogy mennyire fontos az egészséges, helyes táplálkozás egy sportoló számára. Elnézve itt a gyerekek arcát, miközben átvehették az okleveleket, és hát megtudták, hogy kik a mentoraik, meg hát közben elnézve őket ezen a rögtönzött edzésen, hát már most látni az arcukon, hogy ez mennyit jelent számukra. Hogyan történt meg az ő kiválasztásuk? Ez egy mennyire elit kör? Hát a Vidi szintjén mindenképpen, nagyon tehetséges gyerekek, kimerem jelenteni, hogy országos szinten is látva a körülöttük zsongó embereket, hogy azért keresett srácokról beszélünk, nyilván szeretnénk őket itt tartani, meggyőződésünk, hogy nagyon jó kezekben vannak mind a körülményeket, mind az edzőket, mind a klubot illetően, úgyhogy szeretnénk nekik ezt a fajta pluszt is hozzátenni. Meg mindent ahhoz, hogy jó játékosok legyenek, úgyhogy mindenféle teret szeretnénk róluk levenni, nincsenek állandó nyomás alatt, nincsenek eredménykényszerben a csapataiban. Egy dolguk van, hogy
mindent tanuljanak meg, mindent akarjanak megtanulni, és mi is szeretném mindent megadni nekik, ahhoz, hogy tényleg jó futballistákká váljanak. Mi a nehezebb, megtalálni a tehetségeket, vagy megtartani a tehetségeket? Hát a tehetséget szerintem könnyű megtalálni, sok tehetség van, csak aztán arra kell vigyázni, hogy ha az már egy nagy eredmény, ha nem vesznek el belőlük semmit, a velük foglalkozó emberek, ezt most úgy generálisan mondanám, és aztán a több persze tehetséget, ezt ápolni kell, nevelni kell. Azért is mondtam, azzal kezdtem az interjú elején, hogy meggyőződésünk, hogy nagyon jó kezekben vannak. Itt a Vidinél tényleg az a lényeg, hogy a végén odaérjenek, hogy közülük valaki odaérjen majd az első csapatba, hogy a profi futballba, és ehhez szeretnénk nekik mindent megadni. Az edzők által kiválasztott 20 fiatalember között korosztályos válogatott kerettag is van, sőt a felnőtt csapat korábbi edzője Pető Tamás fia is tagja a társaságnak. Pető Tamás most szülőként tért vissza ide. Igen, a Milán most már több mint 2 éve itt futballozik, egy nagyon tehetséges játékosról beszélünk, úgyhogy ami jó, azt örökölte az apukájától, ami az apukájában rossz volt, annál ő még jobb, úgyhogy egy nagyon jó játékos lehet az apukájához hasonlóan.